Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból röviden. Német nemzetiségi önkormányzat ülése, kéretlenül kéregetők a városban. Tisztújítás a vakok és gyengénlátók tapolcai csoportjában. Határon túlra indultak a Bárdos iskola 7. osztályosai. Katonadal fesztivál volt szombaton, repüléstörténeti kiállítás nyílt a Tamásiban, gyepőtiprás volt Diszelben, új csarnokkal bővül a Ródiusz. Vágjunk bele. Lezárta a tavalyi évet a Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal, hogy elfogadta a 2016-os évről szóló költségvetés végrehajtását. A háromtagú testület a múlt héten ülésezett a polgármesteri hivatalban. A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésén két napirendi pontot vitattak meg. Az első a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló beszámoló volt. A Nemzetiségi Önkormányzat tavalyi évi bevételeit és kiadásait maradéktalanul teljesítette. 2016. évi működési kiadása 852.000 forint volt. A személyi juttatások között a reprezentációra és belföldi kiküldetések kifizetett összegek szerepelnek, a járulékok között pedig ezen kiadások munkáltató terhelő befizetési kötelezettségei tüntették fel az előterjesztésben. A dologi kiadások előirányzatán keletkezett felhasználás 311.000 forint volt. Az önkormányzat költségvetési bevétele 910.000 forint, előző évi pénzmaradványa 70.000 forint volt. Az önkormányzat bevételei között 782.000 forint működési és 77.000 forint feladat alapú támogatás, valamint Tapolca város polgármesterétől 50.000 forint polgármesteri keretből származó támogatás szerepel. Ezen felül 1.000 forint kamatbevételt írt jóvá a számlavezető bank a bankszámlán. A 2016. évi gazdálkodás során az önkormányzatnak 128.000 forint költségvetési maradványa keletkezett. A feladatalapú támogatáson április 30-áig kell elszámolniuk. Az önkormányzat vagyonmérlegének főszege 128.000 forint, ez a pénzkészlet és egyéb eszközoldali elszámolást tartalmazza. Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetésért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős. A belső ellenőrzésről és a belső kontrollrendszer működéséről a zárszámadással egy időben be kell számolni a képviselőtestület felé. Ez történt meg most a Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésén. Ezt a napirendi pontot is, csak úgy, mint az elsőt, egybehangzó igennel fogadta el a Molnár Attila elnök vezette testület. Az elmúlt időszakban elszaporodtak azok a kéregetők a városban, akik az állampolgárok jóhiszeműségére támaszkodva mindenféle engedély nélkül gyűjtenek adományokat. A belvárosban épp úgy lehet velük találkozni, mint a nagyáruházak parkolóiban. Dr. Németh Mária Anita jegyzőt kérdeztük a jelenséggel kapcsolatban. A Tapolca közterein egyre inkább elterjedt jelenség, hogy úgynevezett kéregetők jelennek meg mindenféle indokkal, kéregetnek az emberektől, elsősorban a jóhiszeműségükre alapozva, akár rákos gyerekeknek gyűjtenek, akár mindenféle egyéb célokra. Ezek csalók? Nem tudom, hogy csalók-e. Az a baj, hogy ezek a kéregetők, akik megjelennek a közterületen, nem tartoznak a mi felügyeletünk és ellenőrzésünk alá. Legutóbb én arról kaptam lakossági bejelentést, hogy 3 személy az áruház épülete előtt a Tapolcai Kórház szülészete javára gyűjt, ami ugye már kérdésként is, vagy ötletként is elég érdekes, hiszen tudjuk, hogy sajnos nem működik a szülészeti osztály, tehát annak a javára bárki is nehezen gyűjt. Ez az információ, és az, hogy ha megnézzük, hogy küllemre milyen emberek gyűjtögetnek, felveti valóban azt a gyanút, hogy csalók. Én kimentem a konkrét esetben megkérdezni őket, hogy ki adott engedélyt a gyűjtögetésre. Természetesen senki nem adott nekik engedélyt, úgyhogy én kértem, hogy távozzanak. Szeretném leszögezni, hogy a korábbi években volt, hát nem gyakorlat, de előfordult, hogy
innen a hivatalból kaptak egy olyan lapot, hogy tudomásul vettük, hogy ők itt a városban vannak. Én szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy ennek nincs jogszabályi alapja, tehát innen a hivatalból senki nem fog kiadni olyan iratot, miszerint mi tudomásul vesszük, hogy ők a városban vannak. Nem, ez részünkről nem működik. Mindenki maga tudja, és a saját felelősségére adakozik. Tehát én senkit nem szeretnék lebeszélni arról, hogy adakozzon, de gondolja meg, hogy hova. Mi nem tudjuk, hogy képviselnek-e egyáltalán bármiféle szervezetet ezek az emberek, nem tudjuk, hogy azok a pénzek, amiket a lakosság nekik átad itt az utcán, hova kerülnek, nem tudjuk, hogy akár egyetlen egy rászorulón segítettek-e. Én azt kérem inkább a lakosságtól, hogyha szánnak bármiféle összeget jótékony célra, akkor vannak itt Tapolcán civil szervezetek, bármelyiknek, hogyha adományoznak, nagyon szívesen fogadják. Az ők összes nevelési, közoktatási intézménynek van alapítványa, működnek a városban egészségügyi alapítványok, hogyha ilyennek adományoznak, akármilyen kis összeget, 200 forintot, 500 forintot, bánom, és én azt kérem a lakosságtól inkább ilyen helyre, hiszen az alapítványokról mi egy évben beszámolunk, képviselőtestület tárgyalja ezt az anyagot, tehát így módon tudom azt mondani, hogyha ilyen célra fizetik be, az igenis ellenőrizve van, és arra a célra van elköltve, ahova azt biztos, hogy a lakosság is szánja. Én azt kérem, hogy az ilyen dolgokba fokozott körültekintéssel járjanak el, illetve elmondanám én a saját trükkömet, ha szabad. Engem is volt olyan, hogy megkerestek, megállítottak ilyen emberek. Én ilyenkor udvariasan szoktam kérni egy csekket, ami nyilván rajta kell, hogy legyen az alapítványnak mindenféléje, és akkor én azt szoktam mondani, hogy a csekk birtokában eldöntöm, hogy adok vagy nem adok. Az a baj sajnos, hogy mondjuk a 15-ből egyetlen egy alkalommal kaptam csekket, és az valóban egy olyan alapítvány volt, aminek utána néztem, és utána fizettem be összeget. Tehát, hogyha valaki bizonytalan benne, hogy adjon, ne adjon, és szeretne, akkor ezt még mindig megteheti, hogy kérjen egy csekket, amin majd utólag eldönti. Általában megpróbálják ezek az alakok igazolvánnyal bizonyítani azt, hogy jogosan szednek pénzt. Ezek az igazolványok általában hamisak, nem hamisak. Mit lehet erről tudni? Foglalkozott ebben esetleg Tapolcán a rendőrség vagy a hivatal? A rendőrség biztos, hogy foglalkozik velük. Ugye mondtam, hogy sajnos nekünk semmiféle jogszabályi előírás nincs, hogy velük kapcsolatban lennénk, de én úgy tudom, hogy a rendőrkapitánysághoz tartoznak bejelentéssel, tehát biztos, hogy a rendőrség valamilyen szinten vizsgálja ezeket az alapítványokat. Én még azt is elhiszem, hogy aki mondjuk a rendőrségtől rendelkezik bármiféle irattal, az a rendőrség megnézte, hogy egy működő alapítvány, csak hangsúlyozom, nem tapolcai alapítvány. Nem tudjuk, hogy aztán, hogy az a pénz hova fordítódik, illetve nincs olyan jogkörünk, hogy megvizsgáljuk, hogy az az igazolvány, amit mutatnak, az mennyire igazi, vagy mennyire hamis. Ezért próbálom tanácsolni azt, hogy vagy helyi szervezetet támogasson a lakosság, vagy esetleg próbálja meg ezt a csekkes dolgot, hogy kérni egy sárga csekket, hogy majd adakozik. De természetesen, aki úgy gondolja, hogy ő neki ez emberi kötelessége, ám tegye, csak én azért mondom, hogy vannak ezzel a dologgal fenntartásaim, illetve vannak olyan információim is, amikor hát nem éppen békésen próbálnak pénzt gyűjteni emberektől. Ez mit jelent? Hát volt már olyan eset rokonságban, tehát teszem hozzá valamilyen szinten így közvetlenül, hogy ketten állnak, a harmadik kezébe van egy nagy csomagmatrica, és akkor megy arra a gyanútra a járókelő, kezébe nyomják, és mire föleszmélne, már szemben áll ezzel a matricás emberrel, aki mondom nem éppen barátságosan mondja, hogy adtunk egy matricát, akkor legyen kedves adni is érte valamit, és volt olyan, hogy nekem ismerősöm egy alacsonyabb összeget szeretett volna adni, nem volt nála csak 2000-es címlet, azzal a 2000-es címlettel eltűnt az illető. Ha ilyen erőszakos csaló jelenséggel találkozunk, akkor hova forduljunk? Rendőrséghez mindenféleképpen, tehát ugye még hogyha úgymond be is jelentette ezt a dolgot, ezekkel az eszközökkel nyilván nem szabad, nem lehet semmiféle adományt gyűjteni, tehát hogyha ők ezt úgy gondolják, hogy matricát adnak érte, adjanak, de akkor sem lehet idézőjelben mondom lenyúlni a lakosságot.
Tehát egyértelműen a jegyzői tanács elsősorban tapolcai alapítványokat támogassunk, hogyha lelkiismeretünk úgy diktálja. Tapolcai alapítványokat, nevelési oktatási intézményeket, bármelyiket, én mondom, úgy tudom, mindegyiknek van alapítványi formája. Én azt kérném, én tudom, hogy az emberek alapvetően jószívűek, szívesen adnak, pláne ha olyan történetet hallanak, hogy ilyen-olyan bajba jutottak, de azért mondom, megvan ennek az olyan forrása, ennek a vagy formája az adakozásnak, hogy leellenőrizhető legyen, hogy valóban oda kerül-e az az összeg, amit ők adtak. Valamiféle elrettentő, kirívó jelenséggel találkoztunk-e téren? Mondom, a legkirívóbb, amit én hallottam, és amivel tapasztaltam, az ez, hogy három ember a tapolcai kórház szülészete javára gyűjt. Ez vicc kategória, én azt gondolom. Itt a Tapolcát ismerő lakosság számára. 5 évente közgyűlésen újítják meg a vezetőség megbízását a Vakok és Gyengéllátók Szövetségének Veszprém megyei egyesületéhez tartozó tapolcai kistérségi csoport tagjai. A múlt heti közgyűlésen a tagság nem csak a helyi, de a megyei szervezet beszámolóját is meghallgathatta. A Vakok és Gyengéllátók Szövetségének Veszprém megyei egyesületéhez tartozó tapolcai kistérségi csoport az elmúlt héten tartotta tisztújító közgyűlését a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében. A hivatalos összejövetelt ünnepivé tette a Kazinczy Ferenc tagintézmény második B-osztályának műsora. A tagság fele fogadta el a meghívást, amely a tagok nehézkes utazását figyelembe véve nagyon szép létszám, mondta Gábor Istvánné elnök. A tapolcai egy jól összeszokott kis közösség, amely egymást segítve tesz a tagokért. A közeljövő feladatai között említette az elnök, hogy a szövetséghez az adók 1%-ából befolyó összegre pályázhatnak a tagjaik, hogy a mindennapi életüket megkönnyítő eszközöket megvásárolhassák maguknak. Pályáztak ketten a sorstársak közül szemüvegre. Ők olyan olcsó szemüveget csináltattak, hogy mind az egész árát megkapták a szemüvegnek. Úgyhogy ilyenből nagyon rendes volt a megyei elnökség, mert ez a megyei elnökségnek a feladata eldönteni, hogy körzetekből beérkező pályázatokat felülbírálja. Közlekedési téren is vannak problémák, például az egyik sorstársam tájékoztatott arról, hogy a Nagyköz utcába lekoptak a mozgáskorlátozottaknak és a mozgásukban korlátozottaknak felfestett jelek, és a nem arra illetékes autósok is oda beállnak. Ezért kérnénk az illetékesek figyelmét, hogy járják körbe a parkolókat, és lehetőség szerint, és fessék újra a jeleket. A közgyűlésen a helyi 2016. évi beszámoló után a megyei egyesület elnöke Csené Huszics Márta vázolta a tavalyi év történéseit, majd megválasztották a tapolcai vezetőséget. Egybehangzó igennel voksoltak a három elnökségi tagra, így a következő 5 évben Gábor Istvánné, Murányi Imre és Tóth Istvánné vezetik majd a tapolcai csoportot. Nagy sikert arattak a rendezvényen a Kazinczy Ferenc tagintézmény diákjai, akik anyáknapi műsorokat hozták el a Vakok és Gyengéllátók tapolcai csoportjába. Mit tehetnék érted, hogy elülszem a bánatot, hogy elkedvéjén megtörjem a gonosz parázsatot. A Határtalanul program keretében felvidékre látogattak a Bárdos iskola 7-esei. Mindhárom tagintézményből utaztak diákok, akik előtte felkészültek az úti cél történelméből, kultúrájából. Kameránkkal a Bárdos székhely intézménybe jártunk, Hangodi László történész, muzeológus rendhagyó történelem óráján. Hagyományoknak megfelelően ismét egy felkészítő óra következik itt a Bárdos Lajos tagintézményben, intézményegységben. Ismét határon túlra készülnek a tapolcai fiatalok. Most a mai alkalommal miről lesz szó? Valóban több évre visszatekintő hagyomány, hogy a Határtalanul programban résztvevő általános iskolások, mielőtt a nagy útra kelnek, különböző felkészítő foglalkozásokon vesznek részt, és ezeknek sorában az egyik ilyen, egy általános felvidék történeti összefoglaló a kezdetektől napjainkig, amely tartalmaz egyrészt természetföldrajzi rövid ismereteket, arra vonatkozó ismereteket, hogy az államalkotó magyar nép megjelenése előtt kik, milyen népek és mennyi ideig laktak ezen a területen, ezen a történelmi földrajzi nevén felvidéknek nevezett egykori országrészünkön és annak területén, a mai Szlovákia területén,
ezután elég nagy lépésekben, évszázadról évszázadra gondolatban végig sietünk a felvidéki vármegyéknek a történetén. Az államalapítás korától a középkoron át, a kora újkor 18-19. Század időszakait érintve egészen a 20. századig. A 1938-39. Évi magyar országgyarapítások és a II. Világháború befejeződése közötti részidőegységre fókuszálva. Ezt a rövid időutazást minden esetben kiegészíti egy vetített képes hozzáadás, melynek során a felvidékünk, a volt felvidékünkön ma megtalálható különleges történelmi emlékhelyek, a legszebb várak és romvárak, egyháztörténeti emlékhelyek és irodalomtörténeti fontosságú emlékhelyek képes bemutatása egyfajta kedvcsináló a gyerekeknek arra, hogy esetleg utána nézzenek önszorgalomból is, hogy mit jelentett ez valóban történelmünkben ez a földrajzi kategória, hogy felvidék akár kultúrtörténetben, építészettörténetben, művészettörténetben. És a mai alkalom egy plusz apropója az elmúlt esztendők, illetve nem apropója, hanem adaléka az elmúlt esztendők hasonló felkészítő foglalkozásainak, amelyet a kezdetektől e tekintetben jó magam tartottam és tartok, hogy nem lelőve előre a poénokat, de egy-egy felbillanó kép bokréta erejéig azokat a helyeket is meg fogom mutatni a gyerekeknek, ahova el fognak menni, mert három esztendővel ezelőtt volt szerencsém elkísérni az akkor a felvidéki útjára induló tapolcai diákdelegátust, és mivel most is ezeket a helyeket, helyszíneket és emlékhelyeket járják végig, a saját készítésű fényképek segítségével tudok nekik prezentálni egy kis ízelítőt a témára vonatkozóan. Most már több éves tapasztalata van a 7. osztályosok felkészítésében, így a nagy út előtt. Tapasztalja-e, hogy meglepődnek, hogy tényleg új ismerettel találkoznak, és ez ők magukat is meglepi? Hát a hűha meg az ejha jé kategória az működik minden alkalommal, meg igyekszem úgy az őnyelvükön, hát a 20 év mögöttem van pedagogizációs tekintetben úgy fogalmazni, meg úgy csoportosítani az információkat, úgy csomagolni és burkolni, hogy azért megjegyezze azt a gyerek, hogy a középkorban a legtöbb aranyat azt Magyarország területén bányázták, és nagyrészt pont itt a felvidéki aranybányákba, stb., hogy Bacsányi Jánosunk ősei Pozsony vidékéről indultak, tehát az élő tapolca felvidéki kapcsolatok nem csak a mában, hanem a múltban is eleven létezők voltak. Tehát én úgy gondolom, ma sem, illetve próbálok ma sem csalódást okozni. Némi büszkeséggel mondhatjuk, hogy már talán a 6. éve, hogy a határtalanul pályázat keretében a Bárdos iskolának 7. évfolyamosai eljutnak a határon túlra, és mint minden évben idén is a Marcellházi testvériskolánk lát minket vendégül az első két nap, majd a felvidékkel fogunk megismerkedni. Konkrétan 2017. május 23-ától 26-áig tart ez a felvidéki útunk. Az, hogy 6. éve megyünk a felvidékre ismét, ez azt is jelenti, hogy már talán egy jó kialakított, kitaposott ösvényen fogunk haladni. Mint minden évben most is első nap Komárommal fogunk megismerkedni, a komáromi erőddel, Komárom magyar nevezetességeivel, majd délután, kora este Marcellházára megérkezve az ottani testvériskolánk diákjaival egy közös ismerkedő programon fogunk átesni. Második nap délelőtt elmegyünk a Virti temetőbe, ahol Baróti Szabó Dávidnak a sírjánál koszorozzunk, majd elmegyünk Zsitvatőre, a zsitvatoroki békének az emlékhelyét megtekinteni, majd utána búcson egy nagyon érdekes Baba Múzeumban teszünk látogatást, Kerekes András tanár úr vezet körbe minket szülőházában, ahol a felvidék népviseletével ismerkedünk meg. Majd a második nap, tehát ez a szerdai nap délutánján pedig a Marcellházi iskolásokkal közös programokat szervezünk, métázunk, különböző foglalkozás, kézműves foglalkozást szervezünk az ott lévő tanulóknak, illetve este, ez tavaly is már nagyon jól sikerült, illetve talán már ennek is hagyománya van, egy közös bált fognak rendezni a vendéglátó iskolásaink, és talán este 11-ig tart ez a bál, és jól érezzük magunkat. Harmadik nap indulunk, búcsút veszünk Marcellházától, és először Ógyalán állunk meg, ahol egy csillagvizsgálóba teszünk látogatás, majd utána hajómalmot nézzük meg, és Galántán ebédelünk, miután leróttuk tiszteletünket Kojdály Zoltán szobránál. És ez a nap délután
Deákiban, a Deáki Bazilikának a megtekintésével fog gyakorlatilag zárulni, elfoglaljuk felső szelibe a szállásunkat, és utolsó nap felkerekedünk. Először Csermák József szülővárosába, Szencen látogatjuk meg kalapácsvető olimpiai bajnokunknak az iskoláját, emléktáblájánál koszorút helyezünk el, majd a pozsonyi várat tekintjük meg, pozsonyi belváros nevezetességeit, és tavaly sikerült a programunkba belepréselni a Dévényi várat, a Dévényi szorost, és itt zárulna a felvidéki útunk, így érnénk fel. Reméljük, hogy élményekbe gazdagon, és kellőképpen elfáradva péntek este Tapolcára. 5 év után adta át a stafétát Tapolca városa és a Csobánc Népdalkör Balaton fűzfővárosának, hogy innentől ők rendezzék meg a Katonadal Fesztivált. Az idei népdalos seregszemlén 9 együttes hozta el a számára legkedvesebb katonadalokat a Tamási Áron Művelődési Központba, ahol Barcáné Tóth Boglárka intézményvezető köszöntötte a dalos csapatokat. Kedves vendégeink, az elmúlt években a tapolcai találkozó mindig nagyon jó hangulatban zajlott, miközben emlékeztünk arra, hogy mit jelentettek ezek a nóták elődeinknek, a bátor katonáknak. A mai délután folyamán a 9 népdalkör műsorában ismét megelevenedik a büszkeség, a hazaszeretet, a család és a kedves iránti vágyódás érzése. Én kívánok önöknek a mai délutánhoz jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást, szakmai gyarapodást. A várost képviselve Lévai József alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt, amely számára egykori katonaként különleges jelentőséggel bír, mondta. Nekem különös érzés itt állnom a mikrofon mögött, és ezt megtennem, hiszen egykori katonaként, és még az én korosztályom azt gondolom egyéb helyeken is gyakran énekelt ezeket a dalokat, számtalan módon kötődök ahhoz a kultúrához, a kultúrának ahhoz a szegmenséhez, amit itt most önök be fognak nekünk mutatni. Ez egy csoda, amit önök itt ma nekünk ajándékoznak, 2007-ben szárnyalt Zánkán, és 5 év után került ez a rendezvény Tapolcára, és ennek a mai alkalomnak az is különlegessége, hogy 2018-ban innen Tapolcáról most tovább röppen Balatonfűzfőre, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem Marton Béla polgármester urat, akinek, ha minden igaz, a rendezvény végén át fogom tudni adni a stafétabotot. A színpadra elsőként Kartos Marcell, a Nagyboldogasszony iskola diákja lépett, aki szólóban aratott nagy sikert az avatott fülű hallgatóság előtt. Édesanyám kiállott a kapuba, honnan nézi, hogy a fia katona. Ne sírj, anyám, bizony szép a magyar regruta, arra illik a nemzeti pántlíka. Ne sírj, anyám, bizony szép a magyar regruta, arra illik a nemzeti pántlíka. A dalosok seregszemléjét a Csobánc Népdalkör nyitotta meg a házigazda jogán. A Kócsida vezette együttes a tőle megszokott jókedvvel és lendülettel adta elő dalcsokrát. A Zánkai Magyar Tengel Népdalkör hangszeres kísérettel adta elő katonadalait.
A marcali bajtársi Dalárda férfikarhoz méltón meggyőző lendületességgel énekelte az édesbús katonadalokat indulókat. Az este folyamán fellépett még a tapolcai Bacsányi Népdalkör mellett a Magyar Keszi Hagyományőrző Népdalkör, a Szent Király Szabadjai Szent István Népdalkör, a Szivárvány Népdalkör Balatonkeneséről, a Papkeszi Balatonfelvidéki Sorstárs Népdalkör is. Az este szép pillanata volt a staféta bokrának szalaggal díszítése, majd annak átadása a következő rendező Balatonfűzfő részére. Léva József alpolgármester és Kócs Ida további sok sikert kívántak Marton Béla polgármesternek, majd igen jó hangulatú vacsorával ért véget a tapolcai katonadalfesztivál. A Hősök Napja alkalmából emlékeztek meg arról a helyi hagyományőrzők, hogy pontosan 80 évvel ezelőtt érkeztek meg az első katonai repülőgépek a tapolcai repülőtérre. Innen a helyőrség megalakulásától számítjuk a tapolcai repülőtér történetét. A jeles alkalomból nyílt kiállítás helyi repüléstörténeti relikviákból és Vince Ferenc amatőr festőképeiből a Tamási Áron Művelődési Központban. 80 évvel ezelőtt, 1937. májusában vette kezdetét a katonai repülés Tapolcán, akkor települt ide az első katonai helyőrség. A Magyar Királyi Honvéd 3. nehézbombázó repülő ezred alakulat parancsnoksága a mai polgármesteri hivatalban kapott helyet, míg a Szombathelyről érkező repülőgépek az egyszerre kialakított repülőtéren. Ettől kezdve volt Tapolcán állandó helyőrség egészen a 2006-os felszámolásáig. A kerek 80 éves jubileum alkalmából a város önkormányzata és a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület komplex programsorozattal készült, amelynek első állomása a Repülő Képek című kiállítás megnyitója volt hétfőn. Hangodi László főmuzeológus elevenítette fel a 80 esztendővel ezelőtti eseményeket, s mutatta be a kiállítás anyagát, s nem utolsó sorban a festmények alkotóját. Ebből az alkalomból és erre az évfordulóra készülve a város önkormányzata, intézménye és a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület egy komplex programsorozattal készült, melynek első helyszínén vagyunk ma. A Repülőképek című kiállításunkkal erre a 80 évvel ezelőtt kezdődött tapolcai repülő múltra is emlékezünk. A komplex tárlatunk három szekcióból tevődik össze. Egyrészt egyenruha rekonstrukciókon láthatják kedves látogatóink azokat a katonai egyenruházati darabokat, amelyeket az 1930-as és 40-es években a Magyar Királyi Honvéd Légierőnek a tisztjei és altisztjei viseltek. Az egyenruha rekonstrukciók mellett korabeli archív fotók reprodukciói révén elevenedik meg ez a 80 esztendővel ezelőtti időszak, a tapolcai harmadik, később egyébként negyedik honvéd nehézbombázó ezrednek nevezett alakulat mindennapi repülős életének egy-egy szegmense, egy-egy részlete. A repülőtéren zajló mindennapi élet a szereléstől, a felszállások előkészítéséig, a bombavető gyakorlatokon át különböző apró rezdülései ennek a repülő múltnak kelnek életre ezeken a fotókon. Az időívet az 1950-es években városunkban tovább folytatódó katonai és hadtörténeti periódus a 23. önálló csatarepülő ezred mindennapjait ábrázoló képek vezetik tovább és viszik tovább. Az 1937-ben megindult repülős mindennapok itt egészen 1956-ig tartottak, amikor is a repülő alakulatok távoztak innen, de Tapolca megmaradt katonavárosnak, és 1937-ben 80 esztendővel ezelőtt kezdték Tapolcát már katonavárosként is emlegetni.
Az egyenruházati szekció és az archív fotók mellett a valódi szenzációja kiállításunknak Vince Ferenc alkotó képeiből rendezett tárlatunk. Vince Ferenc a Honvéd Légierő repülőtechnikai főtörzsőrmestere, és önképzés útján, autodidakta úton megszerzett ismeretanyaga és tudásanyaga révén kiváló festőként mutatkozik meg sokadik kiállításaként itt ma Tapolcán. Képei rendkívül hatásos és esztétikus hátteret biztosítanak nem csak ennek a ma kezdődő tapolcai repüléstörténeti és helyőrségtörténeti emlékképnek, hanem a valamivel több mint 100 esztendőre visszanyúló magyar katonai repülés múltjának egy-egy jellegzetes pillanata is megelevenedik, időrendi sorrendbe rendezetten az akril festményein, grafikáin és pasztelkréta festményein. Ez az időív indul az első világháború időszakától, Vitéz Hefti Frigyes egyik légigyőzelme, az egyik olyan legkorábbi ábrázolt pillanat, amit az itáliai harctéren az első világháború idején megélt pillanat festészeti megörökítésével hozott az alkotó ide el hozzánk Tapolcára. A bemutatott és közszemléretett képek aztán folytatódnak a két világháború közötti, a második világháború alatti, a háború utáni és egészen a napjainkig terjedő időszak jellegzetes repülőgép típusainak, repülési szituációnak, harci helyzeteinek a képi bemutatásával, felelevenítésével és megelevenítésével. Nem csak a békeidők, a hadi idők is szerepet kapnak az itt bemutatott kompozíciós remekművek sorában. Az első világháború bemutatott harci cselekményei mellett itt vannak a második világháborúban ragyogó teljesítményt nyújtott magyar honvéd vadászerőknek az egyes harccselekményei és harci szituációi, a Magyarország felett 1944-45-ben zajlott légiháborúnak sorsfordító és hadtörténeti szempontból is jelentős pillanatai. Ott vannak a képeken az amerikai, magyarországi célpontokat támadó amerikai légierő ellen harcoló hős Puma vadászosztálynak, később vadászezrednek a híres pilótái, Messerschmitt 109-es gépeiknek a nyergében, hogy a repülési szlenget is idézhessem a mai kiállítás megnyitónkon. Aztán ez az időív folytatódik, a képek elhoznak az 50-es, 60-as, 70-es éveken keresztül a MÁ-ba. 1970-ben született Kunhegyesen Vince Ferenc. Gyermekkorának szintere Abátszalók volt, és itt a közelben működött akkoriban a rejtett volta ellenére is híres kunmadarasi szovjet katonai repülőtér, ahol aztán éjjel-nappal folyt a szuperszónikus repülőgépeknek, a vörös csillaggal ellátott repülőgépeknek a harckiképzése, a repülőkiképzése, és ezek a mindennapi élményei voltak alkotónknak gyermekkorában, hogy jönnek, mennek a repülők, amelyekre csodálattal és ámulattal tekintett. 1985-ben, amikor a pályaválasztás pillanata elérkezett, gyakorlatilag logikus volt a folytatás. Bevonult a Szolnoki Kilián György repülőműszaki főiskolára, az akkor ott induló repülőműszaki szakközépiskolai osztály tanulója, vagy ahogy akkor mondták, hallgatója lett. Beszédesebb, hogyha ő maga szólal meg idézett formájában, amikor munkájáról, mindennapi tevékenységéről, alkotóművészetéről és az általa kutatott és képileg megjelenített repüléstörténeti pillanatokról fogalmaz, illetőleg vall. Mindig is rajzoltam. Jól-rosszul, de mindig repülőgépeket. Párom, Kata, aki képzett grafikus, segített elsajátítani a különböző technikákat, ceruzarajz, színes ceruzarajz, pasztelkréta és végül a festészet. 2003 óta festek pasztelképeket, és 2010-ig nem is nagyon nyúltam más technikákhoz. Pasztelképeimből több kiállítást is rendeztek Kecskeméten, Szolnokon, Szentendrén, Pápán. 2010 óta Toldi Miklós barátom unszolására kezdtem el akrillal festeni. Mostanra képeim 80%-a akrilfestmény, de nem maradtam hűtlen a ceruzához és a pasztelhez sem. Mivel képeim történelmi témájúak, igyekszem a teljes történelmi hűségre, munkámban sokat segítenek repüléstörténetünk kutatói, történészek és az általuk publikált irodalom. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, Vince Ferenc
és képei fogadják szeretettel a tapolcai 80 esztendővel ezelőtt kezdődött katonai repüléstörténet emlékére útjára indított emlékhetünket, és a kiállítást ezennel megnyitom. Köszönöm szépen figyelmüket, és szeretettel, barátsággal gratulálok a kiállító művésznek. Hangos nótaszótól, jókedvű bortúrázóktól volt hangos a hétvégén a Hajagos és a Csobánc. 15. alkalommal rendezték meg ugyanis a helyi értéktárba is bekerült gyepütiprást, ami az évek során mindig 100-nál is több főt számláló résztvevőjével igazi tavaszköszöntő borünnepnek bizonyul. Mind, ahogy korábban is szoktam mondani, minden település életében fontosak a hagyományok. Ezzel mi is így vagyunk, így már a 15. hogy tulajdonképpen elindítottuk ezt az első alkalommal a gyepütiprás cím alatt. Azzal a szándékkal, hogy bízunk benne, hogy ebből hagyományt tudunk teremteni, és mit ad Isten hagyományteremtés móddal hagyomány lett belőle, aminek nagyon-nagyon örülünk, és az első 20-30 fő után most már szinte 100-150, valamikor többen összejövünk, egy kicsit bejárjuk a hegynek különböző részeit, borokat kóstolgatunk, azt gondolom nagyon finomabb borokat kóstolgatunk most már, és szinte egy 5-6 helyre megyünk, ahol vendégül látnak bennünket. Az első itt a kiinduló pontnál szeretném mindjárt elmondani, hogy a Bolcsek család és a Pető Piroska családja lát vendégül bennünket. Ez is kuriózummal, a kemencébe sült kenyerelés apróságokkal. A következő a Kranovét János és családja által birtokolt szőlőhegyre megyünk pincéhez. Azt követően a Kócián család, Sajtos Józsi barátomékhoz megyünk, majd a Szabados Béla boros pincéjéhez, szőlőbirtokára, és a legvégébb pedig a Bakos család pincéjénél zárjuk. A régi néphagyomány szerint a telek határokat gyepűnek mondták, azok választották el. És amikor mi ezt elkezdtük gyakorlatilag elindítani ezt a programot, a Simon Laci barátunkkal beszélgettünk erről anno, és mondtak, hogy felénk ezt úgy hívták, hogy gyepütiprás, és akkor bele maradtunk, hogy gyepütiprás maradjon, és ez rajta maradt most már 15-16. Alkalom, úgyhogy szinte már várják most is, hogy jöttem, körbefogtak a jelenkezők, jöttek, és most jönnek először, nagy szeretettel, kíváncsiak, és mi is nagy szeretettel várjuk őket, úgyhogy reméljük, hogy mindenki jól érzi magát. Az a 100-120-nak mindig van föle. Tehát először, ugye, mint ahogy mondtam, ilyen 30-40-en indultunk, az elmúlt években már nagyon sok olyan precedens példa volt, hogy volt, amikor 150-en mentünk. Persze, és aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy ebben nagyon sok a fiatal már. Tehát érdekli őket tulajdonképpen egy kis borkóstolás, nem is mindig a túlitalozásról beszélünk, hanem egyfajta kirándulás, borkóstolás, kis filiglé tulajdonképpen. Sziasztok! 400 négyzetméteres csarnokkal bővül a Ródeusz tapolcai üzeme. Az új csarnokot raktározásra használják majd, a korábbi raktárban pedig új gépekkel termelő munkát fognak végezni, amelyhez a dolgozói létszámot növelni fogják. Az igazgató meghívására üzembejáráson vett részt a helyi sajtóval együtt Dobó Zoltán polgármester is. Igazgató úr, a Ródeusz tapolcán több mint egy évtizede van már jelen, munkát adva több mint 200 embernek. Most egy újabb fejlesztés előtt állnak. Pontosan miről is van szó? Hát most 10 év után eljött ez a pillanat, hogy a raktár, vagy inkább az egész 4500 négyzetméterre már nem elégendő a tevékenység végzésre, és ez az összeköttéssel, ez a cél próbáltunk megoldani, hogy további vagy plusz raktárhely alakítunk ki, hogy a most meglévő raktár, ami az épületen belül van, fogunk ide a hideg raktár kihelyezni, és ott, ahol régen vagy most még a raktár van, oda új gépek, berendezések fognak bekerülni. Új gépek és berendezések kerülnek be, ez nyilván azt feltételezi, hogy új munkaerőket is kell majd felvenni. Igen, a gépek ember nélkül még mindig nem mennek, örülünk is neki, hogy emberek föl kell venni, és itt keresünk emberek, amelyek vállalnak felelősséget, mert mi itt a légzsákiparban az első a minőség, és ott igenis kell emberek, amelyek pillanatilag egy kicsit nehéz megtalálni, de fölvettünk a kesztyű köztünk, próbálunk vonzó lenni, mint munkaadó,
és sikeres is vagyunk vele, hogy találunk új kollégák, és hamarosan valószínűleg július az első berendezések ide fognak érkezni. Ha valaki nem is tudja itt Tapolcán vagy a környéken, hogy mit is gyárt tulajdonképpen a Rhodius, a nevet biztosan ismeri, mert nagyon sok sportrendezvényen és kulturális rendezvényen is lehet találkozni támogatóként a céggel. Miért tartják fontosnak, hogy jelen legyenek ilyen módon is Tapolca életében? Pont ezért voltunk mi is a Tapolca Expo-n, mert én is mondtam, hogy biztos, hogy a név már ismernek sokan Tapolcán, miért éppen a Pisztrang Fesztiválon vagy valamilyen sportrendezvényen részt veszünk, de lehet, hogy még mindig sokan gondolok, hogy a Rhodius és drót talán még tudnak, és esetleg az első gondolok drót, drótkerítés, vagy mit. Nem, mi drót szűrőt gyártunk a légzsákipának, és ott egy évben durván 60 millió darab alkatrész készül, amelyik végeredményben életmentő termékek, és erre büszke vagyunk, hogy Európában gyártott autóban, minden autóban bent van egy alkatrész, ami itt a polcán készült. És ha jól tudom, akkor a közelmúltban egy újítás történt ennek a terméknek a tekintetében is, ami egyedülállóvá teszi ezt a terméket, nem csak Magyarországon, de talán a világon is. Hát igen, és van egy felújítás az a szűrőrendszerben. A légzsák komponensben egy új szűrő kitaláltak, és a Rhodius először Európában fogja, mint első fogja itt gyártani ezeket az alkatrészeket Európában. Ez a termelő egység jelenleg még Németországban van, de a tervek szerint már július vége, esetleg augusztusban ide is fog kerülni, és aztán mi itt fogunk gyártani egy évben több millió darab alkatrész. Tervezik-e, hogy a termékeiket bővítik? Lesz-e más gyártás is itt a Rhodiusban? Igen, az egyik már mondtam, ez egy filter, a másik ez viszont egy a biztonsági öv feszítő rendszernek egy cső, ez egy hajlított cső, ami ugyanaz, a Rhodiust még sohasem gyártott, és igen, és büszke vagyunk erre is, hogy a németek, a német kollégák bíznak bennünk, hogy mit tudunk kivitelezni, mit fogunk tudni üzemeltetni ezeket a magas technológiai gépek. Itt állunk a készülő raktár mellett, mikor tudják birtokba venni majd? Hát mikor most ránézek, hogy éppen a mai napon elkezdtünk a polcrendszer fölépíteni, akkor lehet, hogy már jövő héten el fogom kezdeni a polc feltölteni, viszont mi előbb ezt kezdtünk, akkor mindenhol még fel kell címkézni vonalkódok, mert minden ilyen ERP rendszer keresztül könyvelünk, minden egyik darab, minden alkatrész ott szerepel, meg kell tudni, hogy mit, hol van a raktárban, de bízunk benne, hogy jövő héten már igénybe veszünk az új raktárt. Polgármester úr, itt állunk Tapolc egyik legnagyobb foglalkoztatójánál, aki éppen egy közel 50 milliós beruházásra készül, nyilván ez Tapolc a városának is egy jelentős esemény. Igen, magának a beruházásnak is magas az értéke, hiszen 50 millió forint ma, én azt gondolom, nem kevés, de talán a város életében sokkal fontosabb az 50 millió forintnál az, hogy ez a vállalkozás hitet tett a város mellett, hosszú távon képzeli el itt a működését, és hát nem utolsó sorban új munkaerő lesz majd szükség, hogyha megtelik élettel ez a 400 négyzetméter, amiről igazgató úr beszélt az imént. Örvendetes módon Tapolca városában most, mintha megszaporodni látszanának a hasonló kezdeményezések más vállalkozásoknál is. Én bízom benne, hogy ez egy olyan tendencia lesz, ami sokáig kifejti majd a hatását, és az országos átlaggal szemben bízom benne, hogy be is tudjuk tölteni azokat a munkahelyeket, amik itt keletkeznek, hiszen egész Magyarország, legfőképpen Nyugat-Magyarország munkaerőhiénnyel küzd. Ennek ellenére bízom abban, hogy ezek a vállalkozások, mint például itt a Rhodius, sikerrel vesz ezt az akadályt, megépíti az új beruházást, új technológia kerül Magyarországra, új technológia kerül Tapolcára, és hát ezáltal új munkahelyek is születnek, és nagyon fontos lenne, hogyha már mi európai színvonalon munkát hozzá tudunk tenni az Unióhoz, akkor bízom benne, hogy ezek a munkabérek is előbb-utóbb rendeződnek, és a hozzánk dolgozni jövő tapolcaiak, vagy itt tapolcaiak, akik munkát keresnek, a számításokat is megtalálják, hiszen a legfontosabb kombináció az, hogy a munkaadó és a munkavállaló is, illetve a befektetői háttér, mindenki megtalálja a számítását, és a munkavállaló épp úgy örömét lejje a fizetésben, mint ahogy az ő munkájában a befektető vagy a foglalkoztató is megtalálja maga számítását.
Nyilván ez is, meg az összes többi, ami most éppen folyik Tapolca városában, magánerős beruházás. De nyilván Tapolca város azért valamivel tudja segíteni ezeket, és tudja motiválni a hasonló kezdeményezéseket. Természetesen. Tehát ami a város vezetésén múlik, ami az apparátuson múlik, mi igyekszünk a lehető legnagyobb mértékben felgyorsítani és akadálymentessé tenni a tervezés folyamatát, ha esetleg földvásárlásról, területvásárlásról van szó, hiszen megállapodtunk mind a tulajdonosokkal, mind a menedzsmenttel abban a teljesen egyszerű és kézenfekvő kérdésben, hogy közös-e az érdek, és úgy látjuk, hogy abszolút közös az érdek, hiszen hogyha ők, ezek a vállalkozások tudnak bővülni Tapolcán, akkor nem csak a munkavállalónak lesz több munkája, esetleg több jövedelme, nem kérem szépen, itt iparűzési adófizetési kötelezettség, építményadófizetési kötelezettség fennáll, amit aztán újra a városra tudunk fordítani, és ne adj Isten, még óvodákat tudunk belőle szebbé tenni, jobbá tenni, utakat próbálnánk megjavítani, meg hát egyáltalán karban tartjuk a várost. Első alkalommal rendezte meg Tapolca város önkormányzata a Rendezvú Tapolcán elnevezésű eseményét, melyre olyan Tapolcához kötődő közéleti személyeket, vendéglátásban, szálloda, gyógyszer és könnyűiparban, informatikában jelentő szerepet betöltő személyiségeket hívott meg, akik véleményükkel, meglátásaikkal, ötleteikkel és nem utolsó sorban kapcsolataikkal segíthetik a várost abban az útkeresésben, amellyel a mai modern kor kihívásainak meg kell felelni. Szóba került a nap folyamán városmarketing, de a vendégek nagy lehetőséget láttak a gyógyhely pályázatban is. A meeting egy sétával kezdődött az elmúlt hét péntekén, majd a polgármesteri hivatalban kötetlen beszélgetéssel folytatódott. Az ebédet helyi ételekből állította össze a Hotel Gabriella étterme. Délután a laktanyában megtekintették a vendégek az Econix Kft. Üzemét, majd a városi strandot. A napot helyi borokból álló borkóstoló zárta. A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy több üzleti kapcsolat is született a rendezvény óta, amely minden bizonnyal hagyománnyá válik majd Tapolcán. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!